Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a szangát a 10 napos elvonulás végén, és ismét megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy Daubner Bélát körünkben üdvözölhetjük. Köszönöm, Béla, hogy eljöttél. És megkérlek, hogy a bevezetőddel nyisd meg ezt a dharmabeszédet, és utána pedig reméljük föltehetjük a kérdéseinket. Hát először szeretnék arról beszámolni, hogy hogy éltem meg az első 2-3 napot. Hát elég sok ilyen meghatározó élményem volt. Az egyik megelőzi az, hogy én reggelente 2,5-3,5 órát gyakorlok egy olyan rendszerbe, ami nagyon szabályosan betartom. De sose tudtam tökéletesen. Ennek van egy olyan része, hogy a csiga lépcsőn lemegyek úgy, hogy végig a talpamon van a tudatom. Nem sikerült ma se, ma reggel se. És ilyen nagyon el voltam telve magammal, hogy milyen tökéletes rendszerem van, biztos megelőzése az öregkori elhűlésnek, és amíg ezt én fogom tudni, is, ha oké vagyok. Hát ez így összedőlt, mert mikor itt először leültünk együtt enni, akkor ezek a figyelemgyakorlatok nevetségesnek tűntek ahhoz képest, ahogy mondjuk táplálkozottunk. Én csak kíséreltem meg. És hát ezek nagyon komoly élmények voltak, hogy mennyire tudom rendezni a figyelmemet, mennyire tudom követni egymás után a dolgokat. Szunimnak a nagyon nagy segítségét megéltem, hogy mindig megvárta, hogy azt higgyem, hogy megcsináltam, és akkor nagyon halkan segített, hogy azért mégse tökéletes, és ez így nem maradt abba. Tehát ez egy ilyen nagy élmény volt. A másik nagy élményem ugye, hogy elkezdett tiltakozni a testem. Ez fájdalom formájában jelentkezett először, és amikor mondtam a Szuninnak, hogy sajnos ezt nem fogom tudni végigcsinálni ezt a 10 napot, akkor mondta, hogy kapok segítséget. Ez először derékfájásban jelentkezett. Ennek van egy, valóban 4 diszkuszom is van, erről tudok több évtizede. Hát így a második 50 perc, meg még az többször megismételve, az egy kicsit sok volt. De hát kaptam egy segítséget, és hát átéltem a testelhagyás vágyát. Tehát amikor kaptam a segítséget, akkor így fölmerült bennem, hogy hát most jobb lenne elhagyni a testemet. Na, ennek volt egy csúcsa, amikor már a vége fele oldalt kellett fordulnom, és így a könyökkel a segítő megérkezett az oldalamba. Hát ez szóval fantasztikus volt. Én 4-szer már átéltem a halált az Aruna Csalanán, és hát ez semmi nem volt ahhoz képest. Szóval, akkor úgy jól el voltam azzal, hogy eltűnt minden, egy szakadék szélén vagyok, hát nincs ezzel semmi gond. Szóval ez kemény volt, úgyhogy köszönöm újra a segítséget. Ezen túljutottam. És hát aztán voltak még mások is, és hát álmodtam is. Szóval az álmom a következő volt, második éjszaka volt, hogy azt álmodtam, hogy a picit idősebb a gyermeked, még ilyen székbe ül, ahol szoktak a gyerekek ülni az evésnél, és hát spenótot eszik. És hát azt csinált, hogy jól esett, úgy kezdett zöldé válni a feje, de hát ez nem volt annyira izgalmas, de rájött arra, hogyha így csinál, hogy akkor ilyen zöld léggömbök indulnak el. És akkor ő ezt összesen csinálta, de együtt kopogott ezzel a kazalával is, ez körülbelül abban a ritmusban, ahogy az apja szokta itt csinálni. Úgyhogy ez ilyen nagyon izgalmas kép volt. Hát mikor így fölébredtem ebből az álomból, ilyen nagyon jó érzésben voltam, nem tudom miért. Főleg ez a kopogás, ez nagyon érdekes volt. Na, és hát nagyon köszönöm, hogy itt lehettem veletek. És hát aztán ugye tovább lázadt a testem, mert elkezdtem először hasmenni, és aztán utána már hánytam is, úgyhogy hát így aztán hazamentem. Ami teljesen megszűnt, tehát ez teljesen pszichés volt, úgyhogy ez így. Először még ugye az út közben gondoltam, biztos kaptam egy vírust. De ezt föl kellett adni, ezt a nézetet. A másik dolog, most már kicsit átfordulok más témára. Van egy
a rengeteg dharma beszéd közül Miskolc az ez évi április 12. Ez egy fantasztikus előadás volt. Engem nagyon megfogott az ilyenségnek a kifejtése. És nagyon gratulálok érte, szóval ezt így nem hallottam még. Ennyire érthetően, és rengeteg dolog jött föl bennem, hogy hogy is van ez a pszichoterápiában. Meg elkezdtem azon gondolkozni, hogy hogy kapcsolódnak ezek a dolgok össze. És nekem ugye az életemben, az 16 éves voltam, amikor a Szelvaradzsa könyvet először olvastam, és hát a jóga megjelent az ajurvédával együtt, és hát aztán ugye orvos lettem, és az egyetem alatt elég komoly tudományos tevékenységet is folytattam, és aztán ezek így keresgélték egymást. És az ilyenség az úgy jött be, hogy megérkeztem Csöglére, ahol másfél éve nem volt orvos, ez 7 falus körzet, ma már szétszették, és hát ott így közel 100 ember állt, azt hittem, hogy nekem örülnek. Kiderült, ezek mind betegek, vagy azt hiszik magukról. Ez egy influenza járvány volt. És hát ugye mindjárt megéltem azt a próbára tételt, hogy hát jó, tanultam 6 évig, most akkor jönnek, és valamit csinálni kell. És hát ez nagyon nehéz volt, hogy ez mi is, hogy lehet, most a receptet sose írtam addig, tehát föl kellett írni a gyógyszert, szóval sok baj volt. De ugye az, ami igazán elindult, az az, hogy mi a bajuk. Tehát, hogy mit lehet ezzel kezdeni, azzal, amivel ők jönnek. És hát nagyon nehéz volt eljutni egy olyan 2 hét alatt, átmentem a kollégához a szomszédba, egy nagyon kedves fiú volt István, nem volt, hogy ne törődj ezzel, írj föl valamit, azt adott is tippeket. Tehát én azért ezzel nem tudtam megállni, hogy ne törődjek vele, és elkezdtem így gondolkozni, hogy mi is van e mögött, tehát hogy jön ez össze, hogy ilyen bajaik vannak, és aztán nagy szerencsém volt, mert ugye ez november vége fele kezdődött ez az egész folyamat, az egy elég kemény influenza járvány volt, a Devecseri Kórház leállt, tehát nem lehetett kórházba küldeni betegeket, úgyhogy nekem volt elég komoly mentős hátterem is már előzőleg, tehát például infúziót bekötni az nem volt nagy probléma, úgyhogy idős paraszt bácsikat, meg néniknek is adtam infúziót, bekötöttem is, csöpögött beléjük, így életben is maradtak. De akkor is elkezdett az, hogy jó, oké, ez a testük, de mi van e mögött? Ugye az egyetemen a neurózisról a tankönyvünkben az egy fél oldal volt. A pszichoszomatika meg se volt említve. Most ennek a legtöbbnek látszatra testi baja volt, tehát úgy tűnt, mintha a testük lenne beteg. De hát nem a testük volt beteg, hanem a testük is beteg volt, meg a pszichéjük, és ugye ezt úgy hívjuk, most már nagyjából nem használják ezt a fogalmat, hogy pszichoszomatika. És hát így tényleg el is voltam keseredve akkoriban, hogy mit kezdek én ezzel a feladattal, és olvastam a Medicus Universalisba, az a Általános Orvosok Tudományos Lapja volt, hogy indul egy Bálint csoport Magyarországon először a Juhász prof vezetésével. Hát én azon az elsőn ott voltam januárban, tehát másfél hónapos orvos voltam, és én onnantól kezdve elkezdtem ezzel foglalkozni, és megkaptam is ehhez a segítséget. És az ilyenség ebben úgy jön be, hogy nekem az ilyenség, ahogy hallatsz felé, az nem egy egyszerű buli, hanem az azt jelenti, hogy egyre több illúzióról derül ki, hogy nem igaz. Nem úgy van. De addig azt hittem, hogy úgy van. Tehát például az, hogy 6 évig tanultam azt, hogy mi az, hogy orvoslás. Hát de rá kellett jönni, hogy nem úgy van. Hiába nézem újra meg a tankönyvet, nem stimmel. És ez mindig hát növeli a, lehet ilyen szakzsargon, hogy diszkomfort érzést, de azért annál több is volt, hiszen ez egy felelősség is, hogy segíteni. Hát azért vagyok, hogy segítsek. És
hát ahogy hallattam így a lényeg felé, ezeknek a megértésében azért ez egy hosszú folyamat volt, akkor nagyon, nagyon sok olyan élményem volt, hogy hát némi szorongás is kapcsolódott hozzá, amit én azért vagyok egy szorongó alkat, tehát nem ez a fő problémám, hogy szorongjak. Meg még sok minden más is. És rá kellett arra jönnöm, hogy ahogy így kezdek haladni, például ezen a Bálint csoporton, ez 13 és fél évig jártam egyébként, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és azért ott óriási segítségeket kaptam, nem csak a proftól, ő vezette a csoportot, hanem Stel Bandi, a később barátom ott ült szembe velem, akinek az apja hozta be Magyarországra a gyerekterápiát, és hát a fia folytatta. Tehát Olá Bandi ült ott, aki Magyarországon először hozta be a természetgyógyászatot. Tehát nem volt egy akármilyen ember. Tehát ez a csoport azért nagyon komoly emberekből áll. De hogy így tanultam, és egyre inkább közeledtem afelé, hogy értsek meg mélyebben és mélyebben dolgokat. És ott volt mindig az, hogy elengedni. Hát el kell engedni olyasmit, amiről azt hiszem, hogy ez úgy van. És hát az, hogy nem úgy van, azért ez nem örömérzés. Van benne örömérzés is, mikor rájövök arra, hogy lehet úgy is, és akkor beigazolódik, hogy úgy is van. Ez a folyamat, hogy mi is van a dolgok mögött, ez nekem egyre inkább nyílt meg, és hát ugye óriási lehetőségem volt, mert volt saját rendelőm, nem fügtem senkitől, senki nem szólt bele, örültek, hogy végre van orvos, aki csinál valamit. Megyében nagyon segítséget nem lehetett kapni erre a dologra, és én elkezdtem pszichoterápiát csinálni. És hát elkezdett a psziché megnyílni. Nem csak úgy nyílt meg, hogy ismeretlen, hanem a saját pszichém is megnyílt. Tehát ebbe az időben nagyon elmenni hivatalos képzésbe nem nagyon lehetett, mert nem volt ilyen. Tehát ez egy belső folyamat volt. És itt az önismeretben ugye megint az van, hogy közeledek önmagam lényege felé, tehát az önvaló felé, az azt jelenti, hogy közeledek az ilyenség felé, hogy azok a jelenségek, amik körülöttem vannak, azok igazából mi is ennek a valóság tartalma, és hogy lehet ezt kezelni. És akkor ugye belefutsz ilyen kérdésekbe, hogy valóság, igazság, ezek nem voltak olyan könnyű dolgok, és amit eddig tanultam, vagy tudtam, vagy hittem, vagy átvettem mástól, azok sorozatban derültek ki, hogy nem úgy vannak. Nem úgy vannak, és azért ez szenvedés. Tehát ez egy szenvedés, akkor hogy van? És hát ebben óriási nagy lépés volt az, amikor mellettem ült egy 130 kilós cukorbeteg körzeti orvos, mindig így a divány eldőlt, onnan a juhász meg mindig cigarettázott, szóval nem volt ez egy könnyű Bálint csoport, ilyen szinten se. Azt mondta nekem, hogy Béla, te leszel a szellemi örökösöm, mondta ezt a kollega, aki többnyire aludt. És hát kiderült róla, hogy foglalkozik hipnózissal. Csak az biztos börtön volt, ha ez kiderül. Úgyhogy a juhász is írt is egy papírt, hogy vállal szakmai felelősséget érte, és így hárman elmentünk hozzá tanulni. Hát azok se voltak könnyű dolgok, mert hát azzal kezdődött, hogy mind a hármunknak csinálta Gyula egy hipnózist, az egyik kollega az első hipnózistán fölkelt, beült a kocsijába, és elhagyott bennünket, úgyhogy maradtunk ketten. Valószínűleg olyan élményt élt meg, ami neki sok volt. De hogy nagyon ment ez a dolog, hogy is vagyok én ebbe az egész folyamatba benne, és hogy amik így szembe jönnek velem, azzal én mit tudok kezdeni. Tehát kinyílt a módosult tudatállapot. Az úgy, hogy azt se tudtam, hogy mi az, hát persze megéltem, hogy alszom, megértem, hogy álmodok, nagyon ritkán, meg hogy álomtalanul alszom, ezek ismertek voltak, de azért az, hogy ez szubjektíven megélve, és ennek milyen lehetőségei vannak, az teljesen új dolog volt, és föl kellett fedezni. Gyula nem értett a pszichoterápiához, tehát igazából ő a tudatállapot létrehozásához értett, de hogy ezt hogy lehet felhasználni, úgyhogy segíts másoknak.
ahhoz nem értett, de hogy ezeket föl kellett fedezni, és ez mind-mind óriási új dolgokat jelentett, és hát én így elég sok lépésbe hallattam ezzel. Óriási szerencsém volt, mert valahol mindig megkaptam a segítséget. Rendszerint olyan segítségeket, amit úgy nem lehetett előre tudni. És hát találkoztam olyan emberekkel, akik rengeteget tudtak ebbe segíteni. És ez mind-mind arra segített, hogy közeledjek valami felé, de olyan nagyon nem tudtam, hogy mi felé. Így elkezdődött egy olyan folyamat, amit nagyon nehéz így elmondani, hogy volt egy addigi valóság, és akkor elkezdett ez a valóság átalakulni. És ennek a valóságnak az átalakulása az nem könnyű. A következő nagy nehézség nem a betegekkel volt falun, a kollégákkal volt. Mit szólnak hozzá? Mert ameddig én eljutottam, számukra az egy lehetetlenség volt, az egy képtelenség volt. Tartottam egyszer egy előadást a megyei orvos értekezleten, ahol hát egyszerűen a pszichiáter főorvos, a Lipcseinek úgy hívták, már nem él, az kicikizett. És így szembesültem azzal, hogy jó, Béla, ez neked tényleg működik. Tényleg működik, mert több terápiát csinálsz egyszer, és sikeresek a terápiák. De ezt nem lehet elmondani. Jobb, ha hallgatsz. Így hát aztán ugye sok segítség nem volt. És aztán ez így ment tovább. De ezeket azért mondom el, hogy igazából most utólag ezek azt jelentették, hogy haladok az ilyenség felé. A betegségek ilyensége felé is. És haladok a segítség ilyensége felé is, hogy ez hogy jelenik meg? Hol van az, ahol lehet segíteni? Mondtam azt az előbb, hogy kinyílt a tudatállapot. Hát mondok egy-két példát, ezt próbáljátok érezni. Megjöttem a Gyulától vasárnap este először, tehát ők ott voltunk egy hétig, ő tanított bennünket, gyakoroltunk egymáson, és bejön az egyik pedagógus rác, akivel ott focizgattunk együtt, tehát jóba voltunk, és mondja, hogy a édesanyja újra súbba került, skizofrén az anyja, paranoid skizofréniája van, és nem eszik, nem iszik, és hát ez egy veszély, be kell vinni sümegre a pszichiátriára, de hogy ő, mert én dicsekedtem, hogy hipnózist tanultam, hogy megpróbálnám-e. Hát jó, nem volt olyan könnyű, hogy mindjárt egy skizofrént kezdjek kezelni egy módszerrel, amit egy hétig tanultam, de valahogy én nekem ilyen vállalkozó személyiség részem is van. Úgyhogy elkezdtem a nénivel csinálni egy hipnózist, ott az egy hét alatt lejegyzett füzetet kinyitottam a feje mögött, nagyon könnyen hipnózisba került, és mondtam a szuggesziókat. Vége volt a hipnózisnak, néni fölkelt, megebédelt és vizet ivott. És így lestem. Ugye az volt, hogy nem fogadott el ételt és nem fogadott el folyadékot. És akkor jött arra, ott ugye Kapocs közelében azért volt, nem csak az S-100-asok voltak ott a telepítve, amit éjszaka ott cserélgettek, hanem volt egy orosz reptér se olyan nagyon messze, és jött egy repülő. Onnan csinálnak minden rosszat. Ez volt a tünetváltás. Tehát onnantól nem kellett elvinni a kórházba, mert evett, ivott, de állandóan gyanakodott a repülőkre, szovjet barátaink gyakoroltak, tehát repülő mindig volt, úgyhogy szépen nyugodtan megnyugodott. Na most ezt az élményemet, terápiás élményemet azért elhelyezni ott, amit én tudtam a pszichiátriáról, a skizofréniáról, meg a dolgokról, azért nagyon nehéz volt. Tehát ugye abban az időben azért elektrosok, meg két-három szer volt összesen, azzal kellett bűvészkedni, és azért ennek a nének többször volt már súbja, egy idős nő volt, amit nyilván a kora még tovább rontott, de hogy ilyen változást tudott létrehozni. És akkor jön az, hogy de mi? Mi csinálja ezt? Hogy lehet ezt elképzelni? Mi ez az egész? Hát nem mindig volt erre válasz. És hát ez most is ugyanígy megismétlődik, most csak ez kiemelve, amikor tanítom
a módosult tudatállapotot, én ezt jobban szeretem, ezt a szót, mint hipnózis, és fölmerül az, hogy kiknél lehet használni. És hát mondom, hogy én lehet mindenkinél, és nekem van egy tapasztalatom, hogy igen. És akkor, de hát a skizofréniánál. Hát lehet. És hát nem szoktam elmondani ezt a történetet mindig, hogy ugye legelső nap, mikor megjöttem az egyhetes képzésből, majd mindjárt csináltam, de hogy meg hát nyilván azóta ez rengeteget változott és módosult, de nem lehetetlen. Tehát lehet. Miért lehet? Hát mert a tudat ki tud tágulni. És ha nem más, de egy tünetváltás, ami azért neki azt jelentette, hogy nem viszik el Sümegre, ahova persze nem akart elmenni, ez meg tudta segíteni. És aztán ezt most lehetne sorolni, de nem akarom, mert telik vele az idő. De ez mindig ment tovább. És mindig abba segített, hogy mindig valami fele közeledtem. És hogy mifele közeledtem, hát az azt jelenti, hogy igazából mi a lényeg a dolgok mögött. Tehát mi a jelenségek mögötti lényeg. És hát ugye ez az előadásodban, ez nagyon szépen megjelent. Hát aztán ugye én is elkezdtem azért jogával, a buddhizmussal foglalkozni, tehát azért erről sok mindent tanultam és hallottam, és belerakni ezeket a dolgokat. Most ott van az egyik baj, hogy például amikor tanítasz, és föltesznek egy konkrét kérdést, vagy szupervíziót tartok, bár képzett kollégáknak, akkor hol álljak meg abba, hogy segítsek neki, hogy megértse, amit csinál. El kell jutni az ilyenséghez. Például a cselekvés ilyensége. Tehát ez nem olyan egyszerű kérdés, például akkor, amikor egy gyógyítási helyzetben vagyok. És főleg akkor nehéz, ha kinyílik a tudat. Mondok egy példát. Én nagyon szeretek egy technikát használni, úgy hívják, hogy katatim, imaginatív pszichoterápia, rövidítve KIP. Ez azt jelenti, hogy képekkel dolgozunk. Lajner, aki ezt kitalálta, ez egy német analitikus volt, abban az időben mindenki pszichoanalitikus volt, de kezelt szenvedélyfüggő embereket, és hát Freud azt tanította a szenvedélyfüggőségről, hogy pszichoanalízissel kezelhetetlenek. De hát azért ezek az emberek is álmodtak. És az álmaikat elemezte Lajner, és rájött arra, hogy bizonyos szimbólumok visszatérnek. És megpróbálta azt, hogy akkor az autogén tréning volt elterjedve elsősorban, főleg német nyelvterületen, hogy az autogén tréning első két fokozat, ez a testi ellazulás és a kimelegedés. Ilyen állapotban mondott egy ilyen hívóképet, és akkor a betegek erre szabadon beszéltek, ő kicsit beleszólt és irányította. És hát ezek olyanok voltak, így is hívták ezt a technikát francia nyelvtörőt, hogy éber álom, hogy ugye attól éber, hogy beszélnek egymással, de attól álom, hogy a képek úgy áramlanak, mint az álomképek. És ezek az álomképek olyanok, mint az álmok, vagyis le vannak kapcsolva az érzékszervi észlelések, tehát te nem érzékelsz, de a tudattalanodban megtapasztalt tapasztalataid aktivizálódnak álomformájában. Például, amit elmondtam nektek az elején, ezt a főzelékevési dolgot, ebbe ezt nyilván én így tudtam álmodni, hogy a saját viszonyom a spenóthoz az ott van a tudattalanomban gyerekkoromban, hogy ez a élményem az valószínűleg egy megélt élmény volt, és ebből a tudattalan összerakta ezt az álmodást, amiben volt egy vágy, fantázia is, hogy esetleg nem olyan precedennetán zajt keltve is lehet enni. Na most, ez eddig rendben van. Igen ám, de mi történik akkor, ha olyan képek jönnek föl, amit valaki sose hallott, sose látott? Az honnan jön?
ez évekig tartott ez a folyamat. Tehát közben nekem ez történik. Ugye ebben a helyzetben te összekapcsolódsz valakivel, most már én ezt nagyon jól tudom, hogy energetikailag is, és tudatilag is, tehát informatikus szinten összekapcsolódunk, és ahol én tartok, ugye miután évtizedek óta meditálok, tehát azért nem az átlagnál tartok, az kapcsolódik össze az övével. És létrejön egy olyan dolog, amikor az ő tudattalanja egy mélyebb szintről dolgozik, ami nem ebbe az életbe keletkezett benne. Tehát sose látott, soha hallott, sose tapasztalt ebbe az életbe, ha soha, vonatkozó dolgok jelennek meg a képekbe. A hallgatók itt egyből frászt kapnak, hogy pszichotikus lett a beteg. Mert hát olyan képei jönnek, amik nem jöhetnek sehonnan, tehát az megzavarodott. És rá kellett arra jönni, hogy ez egy még mélyebb tudattágulás. Tehát elhagyta tudattalamba az ezéleti emlékeket, és a kép egy korábbi szintről dolgozott. És akkor elkezdtem azt megnézni, hogy ez mikor jön létre, mire lehet használni, és ugye a megismétlődésénél mennyi tudatossággal lehet ezt az egészet vinni. És hát itt van egy nagyon izgalmas kérdés, hogy te, ha segítesz valakinek, segíthetsz, verbális, azaz beszéd szinten, racionális, éber tudatba. Ez a legkevésbé hatásos dolog. Ugye ezt hívják úgy, hogy szuggesszió. Ezt csinálja, azt csinálja, így csinálja, úgy csinálja, vagy működik, vagy nem. Ha tovább nyílik a tudat, akkor az a szint, amit az előbb mondtam, hogy szimbólumokat használunk, az segít olyan korai sérüléseknél, ami az első évekbe keletkezik, és ott a jövő problémák megoldásában vagy javulásában tud segíteni. Ez a szimbolikus szint. Itt sokszor 2-3 éves korból keletkező problémák is. Például már te sokszor ad segítséget olyannak, aki elmondja, hogy pánikja van. És ugye a pánik az azt jelenti, hogy vegetatív jeleket félrekódolsz, és iszonyú életveszélyes állapotba írsz át, abszolút normális, semmit jelentő légzés, szívverés, izomfeszülés, látásváltozást. És pánikba kerülsz. Tehát ilyen állapotokban alapvetően a dolog mögött egy biztonságérzés hiány van, és ez a hiány, ami kora gyerekkorból jön, rendszerint a szülői ellenfogadás van mögötte, az aktivizálódik és létrehozza ezt az állapotot. Ezek nagyon jól kezelhetők ilyen imaginatív szinten, vagy olyan elakadások, ami ilyen korai fázisból jönnek. De amik még koraibbak. Na, itt jött össze az, hogy a soha nem látott, sose látott, sose tapasztalt képeken keresztül, ha ennyire sikerül kitágítani a tudatot, akkor hozzá lehet férni a még koraibb állapotokhoz. És akkor belefutunk egy olyan kérdésbe, amihez jó pár év kellett, hogy merjem használni, az az, hogy mint tudsz átjutni? Azzal, hogy beazonosulsz valamivel. De hogy lehet egy beazonosuláson túljutni? Hogy azt a dolgot, amivel be vagy azonosulva, azt átalakítod, tárgyat csinálsz belőle. És azt megváltoztatod. De ehhez abba a tudatállapotba kell kerülni, ahol ezt meg lehet csinálni. És a nagyon korai zavaroknál, például súlyos személyiségzavaroknál, borderline vagy narcisztikus, vagy pszichoszomatikus betegségeknél, a pszichoszomatikusokhoz itt a ma egyre nagyobb figyelmet kapó rendszerbetegségek, tehát szklerózis, multiplex és stb. Tartoznak, ott ennyire kitágított tudattal lehet csak dolgozni. Most ez nem azt jelenti, hogy mindenkinél, meg minden esetben, de van rá egy esély. És hát ez az én fejlődésemben nagyon nagy dolgokat jelentett. Ugye ez megfejlődött egy megvalósulással,
És akkor ez, az ilyenséghez ez is hozzátartozik, hogy amikor én éretté váltam, hogy ilyen betegségekkel dolgozzak, akkor a Tétényibe kaptam egy 20 ágyas részleget, és Magyarországon először létrehoztam egy pszichoszomatikus osztályt, ahol ilyen betegeket kezeltünk. Ebből most elfekvő van, ez a magyar egészségügy helyzetét hűen tükrözi, de gyakorlatilag ezt létre tudtuk hozni, és ez tudott működni is, illetve most is tud működni, ha használjuk. Visszakanyarodnék egy picit az önismeret szóhoz. Az önismeret ugye benne van a szóba, hogy önmagad ismerete. Az önmagad ismerete azt jelenti, ugye ez az egónk, hogy minden másodpercben van magunkról egy tudásunk, hogy kik is vagyunk. Na most mi történik akkor, ha elkezded rájönni, hogy ez nem igaz? Például elindulsz egy folyamatba. Minden olyasmi, amikor az derül ki, hogy nem igaz, az általában szorongást kelt, de lehet másképp is megfogalmazni, hogy belekerülsz egy olyan állapotba, amit lehet szenvedésnek mondani. De aztán kezeled a szenvedésedet, és akkor tovább nyílik az önismeret. És akkor végtelen egyszerűen érthető, hogy az emberek miért nem fogadják el, hogy az önismeretre van szükségük. Nem szeretnek szenvedni. És ennek a legegyszerűbb módja az elkerülés. De egyébként meg nem haladsz tovább. Tehát, hogy itt ezek nem olyan döntéshelyzetek, hogy lehet sokféleképp, egyféleképp lehet csak, hogy szenvedve fejlődni. Ott van az egyik nagy kérdés, sok nagy kérdés van. Az egyik nagy kérdés az az, hogy hogy lehet segíteni az embereknek, akiknek nincs még olyan igényük, hogy fejlesszék magukat. Arra főleg nincs semmilyen igényük, hogy szenvedve fejlődjenek. Ezért fejlődés nélkül szenvednek. Hogy lehet segíteni? Hát valószínűleg azt mondani, hogy menj el ide és kezdj el valamit, ez nem fog működni. Ez meg kell, hogy szülessen benne. És nekem most az utóbbi 10-20 évben ezt tartom a fő feladatomnak, hogy pszichoterápiás módszerekkel segítsek abba, hogy valaki elinduljon az önismeret útján. Ugyanis, ha elindul, hiába szenved, de fejlődve szenved, és egy idő múlva rá fog érezni arra, hogy ez érte van, nem ellene. Tehát nekem sok olyan terápiás tapasztalatom van, hogy valaki évekig jár hozzám, mert személyiségzavara volt, és elmegy spirituális útra. Nem azért, mert mondom neki, azért, mert fölmerül benne az igény. Az igény mindenkiben ott van. Csak nem férsz hozzá. És hát én mostában főleg erre adom az időmet, elég sokat foglalkozok ezzel, hogy hogy lehet embereknek abba segíteni, hogy ezen az úton elinduljanak és segítsék magukat. Ez rengeteget jelent. Van egy átka annak, amikor már könnyedén tudsz diagnosztizálni, és abba, hogy valaki hogy, ugye voltam múltkor egy kérdésed, hogy attól, hogy valaki hogy mozog, azt hogy lehet diagnosztizálni. Tökéletesen. Az is, hogy hogy beszél, azt is. Hogy használja a fogalmakat, abból is. És hát látod, hogy bajban van. Na de az mit jelent nekem, hogy ő bajban van? Milyen keretbe tudok én neki segíteni? És az mennyire tud eredményes lenni? Ezek nagyon nehéz kérdések. És én itt látom a pszichoterápiának a lehetőségét. A pszichoterápia lehetősége nem elsősorban az, hogy különféle betegségeket kezeljünk vele. Arra nagyon alkalmas, főleg a pszichoszomatikus betegségekre. Ugye a modern orvostudomány ennek a testi megjelenését kezeli. Tehát nem sokra jutnak. Mert mondjuk valakinek a gyomorfekélyét megoperálják, egy bírót, egy vagy kettőt csinálnak, csonkolják a gyomrát, és akkor ami ott maradt, azon újra kialakul a fekély. A sebész nem tudja kioperálni azt a képességét, hogy ő egy nyálkahártya betegséget tud létrehozni a gyomrába. Nem tudja eltávolítani. A gyomrát el tudja távolítani, amiben
létrejön. De magát, azt a pszichés hátteret, ami ezt létrehozza, nem tudja. És ezek még az egyszerű formái ennek csak. Ha nem, ennek meg lehet azt a pszichés hátterét is, lehet azzal dolgozni. Na, de ez önismeret nélkül nem fog menni, mert én hozom létre a fekélyemet, én hozom létre a kolitiszemet, én hozom létre a krónomat, én hozom létre a bőrbetegségeimet. Ugye megnézel egy bőrgyógyászati könyvet, a betegségek legnagyobb részében több mint 90 oka ismeretlen, mit lehet csinálni? Hát egy kicsit ezt, egy kicsit azt. Ha az sem megy, akkor adjál neki szteroidot, attól ugyan kusinkorja lesz. De ha az se segít, akkor egy kis citosztatikumot, hát akkor abba vagy belehal, vagy nem. De körülbelül ennyi. És a bőrbetegségek legnagyobb része abból van, hogy veszélyes a világ. Védem magam ellene. A világ nem fog megváltozni, mert a világban semmi veszély nincs. Azok a mi projekciói. Tehát, hogy itt nem olyan könnyű azt eladni, hogy neked arra van szükséged, hogy kezdjed megismerni magadat. És ez tényleg nem egyszerű. Erre nagyon sokféle dolog van fölépítve. Most ezekben nem akarok belemenni, mert nem ez a témánk elsősorban, hanem hogy azt próbáltam így éreztetni, hogy azok a történések, amik bennetek is zajlanak, és nyilván nincs két egyforma itt köztünk senkinek, azok milyen irányba mennek, hol van ennek a fontossága, egyik lépés hogy következik a másik után, ezt én nagyon fontosnak tartom. És akkor egy nagyon egyszerű dolgot még elmondanék. Mitől lesz problémás valami? Nagy valószínűség attól, hogy mit gondolsz róla. Vagyis te a saját gondolataiddal hozod létre a problémádat. Nem a probléma gondolkoztat, hanem te gondolkozol úgy, hogy problémád legyen. Ez nem olyan régen van elfogadva. A múlt évszázad közepe táján kezdték a viselkedés terápiából fölépíteni azt, mert először azt mondta a viselkedés terápia. Van egy személy, van egy probléma, arra ő reagál. A személynek semmi jelentősége nincs. Az volt a fekete doboz. Egy-két év után rájöttek, hogy a fekete doboz a fontos, vagyis a személyiség. És elkezdték azt megnézni, hogy az hogy működik. Rájöttek arra, hogy nem úgy van a dolog, mondok egy egyszerű példát, ez a leggyakoribb, hogy valakinek depressziója lesz, és azért gondolkozik úgy, ahogy, hanem ez fordítva van. Úgy gondolkozik, hogy létrehozza a depresszióját. És azért ezt megtalálta ki először. Nagyon hosszú ideig nem tudták elfogadni, de mindig kiderült, hogy igaza van. Ebből épült fel a kognitív terápia. És akkor mondok egy egyszerű kis logikus dolgot, te azt hiszed, hogy te gondolkozol. Az első réteg ott mindjárt a tudattalan felső részén, a tudat-tudat előttes határán az attitűdrendszered. Minden gondolatodban az attitűdrendszered jelenik meg. Alatta van a hiedelemrendszered és a szokásrendszered. Az alatt vannak a sémáid. És minden gondolatot, minden cselekvést ezek hoznak létre. A legvégső dolog lesz az, hogy te tudatos vagy. De ha tudatosan azt mondod valamire, hogy az ilyen, abba is ott van az addigi tapasztalatod. Tehát te projektálod rá, amit te hiszel róla, és számodra az lesz a valóság. Na most a valóságot meg gondolatokkal hozzuk létre. Tehát ha változni akarok, akkor meg kell változtatni a gondolataimat. Nem lehet másképp, mert a gondolatod nem változik, ugyanazt a gondolatot gondolod, akkor az ugyanolyan eredményre fog vezetni. Tehát ha változni akarsz, meg kell változni. És akkor például a kognitív terápia kialakult erre, hogy hogy is tudjuk a gondolatainkat átalakítani. Ott vannak a sémák. A sémák az első életévekben, hiszik a sématerápeuták, Daumner Béla nem ezt hiszi, azt hiszi, hogy a sémák jó része előző életekből ered. Is. Az is egy lehetőség.
De az is lehet, hogy fél éves korodban szedted össze, amikor nem voltak hajlandók a szüleid elfogadni. A sémák nem hozzáférhetőek. Tehát hiába kb. 15 éve kezdték a sématerápiát kitalálni, hiába jutnak el diagnosztikusan, és elmondják, hogy neked ilyen patológiás sémád van, most már ugye 14-16-ot meg tudunk különböztetni, valószínűleg még lesz több is, attól nem fogsz megváltozni. Ezeket át kell írni. Ezeket csak módosult tudatállapotba lehet átírni. És ezek nagyon bonyolult technikát igényelnek, de lehetségesek. És akkor mi lesz az eredménye? Ha a séma megváltozik, a hiedelemrendszer, szokásrendszer megváltozik, az attitűdrendszer megváltozik, és megváltozik a gondolatod. Szóval nem olyan könnyű másképp gondolkozni. De megtanulható, és járható ez az út. Befejeztem. És körülbelül az egynegyedét mondtam el, mint akartam, de... Ez azt jelenti, hogy még háromszor legalább vendégül látunk, hogy teljesen ki tud fejteni. Nagyon szépen köszönjük a bevezetőt. És hát itt, ahogy hallottam Bélának a kifejtését, folyamatosan a tannak a különböző sémái vagy struktúrái pörögtek a fejemben. Már csak egy lépés kell, de az elég nagy, hogy az avatamszakasz útrát egy kicsikét tapasztaljuk, hogyha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. De amíg ezt a tudatot nem tapasztaljuk, hogy ez pontosan micsoda, addig ez körülbelül annyit ér, mint hogy a világot Isten teremtette, és akkor így jönnek az istenképek, a zsinatok, a különböző értekezések és interpretációk. Amikor a személyiség rétegekről van szó, tessék nyugodtan a létezés 12 rétű láncolatát, azaz a függő keletkezést egy picikét magad elé idézned, hogy miből mi lesz. Tapasztalsz valamit, az egyik emberben ebből trauma lesz, a másikban eufória, a harmadikban majdnem semmi. Mitől? Mi teszi azzá? És akkor, mivel itt mindenki tisztában van az ilyenség négy fajtájával, látom a mosolyt, igen. Ezért azért érdemes ezt emlékezetünkbe idéznünk, hogy nézzétek meg, hogy milyen elképesztő ereje van a tisztánlátásnak a különböző traumák, pszichózisok és egyebek feloldásában. Nagyon ritka az, hogy egy mentális betegségben szenvedő alany a padlót csak barnának lássa. Tehát az igazság ilyensége az nagyon ritka akkor, amikor te beteg vagy. A lényeghez, ami a zen körön a 180 fok, az eredeti nem név, nem forma tapasztalata, a lényeg, az egyéválás ilyensége, ezt nyugaton nem értjük, nem gyakoroljuk, nem használjuk nagyrészt. Ahol meg igen, ott ilyen idegen vallásbéli dolognak tűnik, vagy túlságosan avantgárdnak, hogy el kell miatt a bújni. Holott ennek a lényegnek a tapasztalása a kulcs ahhoz, hogy a nem azonosulást megtapasztaljuk, és amikor Szungszán zenmestert megkérdezték, hogy mi az őrület, akkor azt mondta, hogy ha valaki nagyon-nagyon mélyen azonosul a karmájával, akkor nagyon őrült, hogyha kicsit azonosul, akkor kicsit őrült, hogyha egyáltalán nem azonosul a karmájával, akkor normális és nem őrült. Tehát ezen a világon valamennyire mindenki őrült. Mert teljesen azonosul azzal a narratívával, önképpel, sémákkal, amiket szépen visz a tárház tudatában, a megkülönböztető tudatosságában, az operatív gondolkodásában, és amíg ezektől nem szabadul meg, addig valamilyen szinten őrült lesz. És ez a lehető legrosszabb pillanatokban jön ki. És végül a cselekvés ilyensége, amikor az odaforduló, szomjas vagy inni adok, vagy az egyéváló, boldog vagy én is boldog vagyok. Ez a fajta cselekvés az, ami hát leírja a világgal és így a másik emberrel való kapcsolatodat, és ugye a negyediket is értsd, az a nulladik fázis, amikor nem merül föl az ilyenség problematikája vagy minősége sem, mert nincs tudatod. Tehát a köveknek, a fáknak, a különböző nem tudatosnak tűnő entitásoknak nincs olyan szenvedés tudata, hogy én megszülettem, felnövök, megöregszem, meghalok, és ez így valahogy nincs rendben. Tehát, hogy valami kell, ami ezen túl van. Tehát az ilyenség nélküliség
az egyéválás ilyensége, az igazság ilyensége és a cselekvés vagy működés ilyensége. Ezek azok, amikkel nagyon sok kóros tünetet lehet a tudatban gyógyítani, de csak akkor, hogyha te ezt akarod. És hogyha nem akarod, akkor ez nem fog bekövetkezni. Úgyhogy ha ebben segíthetünk, akkor most várjuk a kérdéseiteket. Engem nagyon megfogott az, ahogy álomban, tehát a tudattalamban milyen képek jönnek föl. Hogy ennek erre a tévének milyen hatása van, mondjuk aki tévén alszik el? Minden álom, érdemes a megértési egyszerűsíteni, egy vágy beteljesülés. Most ez lehet, hogy nagyon közeli, akkor lehet, hogy az is belekerül az álomba, amit látott a tévébe. De ha ő nézi a tévét, és közben féltékeny, és csak ez morog benne, akkor nem az fog megjelenni, hanem a féltékenysége fog valamilyen formában képet ölteni. Az, amit itt mondtam, hogy mikor sose látott, sose hallottból építkezik valaki, ezek szoktak a nagy álmok lenni. Amikor valami olyan történik, ami a személyiség alapstruktúráiban okoz változást. Ezek általában nem véletlen jönnek. Tehát amikor egy ilyen álmodnak megnézem, hogy előtte mi történt az életemben, akkor nagyon sokszor ez megérthetővé válik, és a következménye végigkísér az életembe. De azért ez nagyon ritka. Tehát ez nagyon ritka. A legtöbb esetben ezek vágybeteljesítő álmok, és ezt úgy lehet elképzelni, hogy minél több olyan vágyad van, ami nem teljesül be, annál több késztetésed van arra, hogy álmodjál. És az álmodás az egy ilyen kipucolod magadat, arra szolgál, és ugye akinek alvászavara vagy olyan az élete, hogy nem tudja ezt teljesen megélni, ez azért 3-4-szer van egy álomperiódus egy éjszaka, akkor fölhalmozódnak és tünetet fognak okozni. Először ezek kimerülésbe, étvágyzavarba, vagy túlevésbe, vagy ilyesmibe jelentkeznek, aztán később egyre súlyosabb formában. Tehát például lehet depresszió. Tehát lehet, hogy a depresszió egy védekezés, mert már nem terhelheted tovább a tudattalanodat, ami ott van mögötte egy ilyen erős vágyállapotnak, és akkor az is lehet egy megoldás, tehát betegségbe fut bele. Tehát nem fogja az annyira meghatározni, akkor határozza meg, ha abba, amit néztél a tévébe, valami összekapcsolódik a te pszichés állapotoddal. Ha nem kapcsolódik össze, akkor az ott lesz valami. És hogyha van valaki, akinek gyerekkora óta mondjuk nem záródott le az előző életből ez a gondolat, az okozhat személyiség zavart? Felnőtt korban? Tehát, hogy felnőtt korban sem tudja kezelni? Hát az okozhat személyiségzavart, hogy ezt hogy kezeli az életbe. Tehát mit jelent ez számára az életben? Nem önmagában az, hogy nyitva van a tudattalanja, és van neki összekapcsolódása az előző életében, ettől miért lenne bajod? Hát ez is a tudatod része. Az, hogy te mit kezdel ezzel, és az életedben hogy jelenik meg, attól lesznek a problémák inkább. Tehát itt ugye az egyik baj, csak egész konkrétan mondom, mikor valakinek van egy ilyen álma, hogy ott ő valami nagy csodát csinált, például mondjuk egy jogikus rendkívüli képességet tudott gyakorolni, és akkor utána ő visszajön, és akkor elhiszi magáról, hogy ő ennek a képességnek a birtokában van, és elkezdi az életét átalakítani. Tehát én rengeteg ilyen, vagy sok ilyen emberrel találkoztam, aki ilyenkor ezt hirdeti magáról, tanácsokat ad, befolyásol embereket, és közben nincs ilyen képessége. Csak rosszul kezeli. Ezek az enyhe formák. Vannak egész komoly, súlyos dolgok, mert ugye ő azt hiszi, hogy megvan ez a képessége, elkezdi az életet élni, és egyre több tapasztalata van, hogy baj van. És hát akkor egy kicsit idegesebb pszichiátra, az ideggondozóba beküldi, hogy SCH kérdőjel, figyeljük meg, és akkor pár napig megfigyeljük. És hát kiderül, hogy hát innen jön a gyökér, hogy ő bizonyos dolgokat hitt magáról, de nem tud szembenézni azzal, hogy ez nem így van.
És akkor hát ugye erre a mostani hagyományos pszichiátriában azonnal gyógyszerrel kezelik, ma aznap vagy rögtön. Megnézik a nemzetközi beosztályban, hogy milyen súlyos személyiségzavara van, odaírják. Tehát elindul egy pszichiátriai karrierbe. És az egész pszichiátriai karrier mögött egy ilyen téves megélés húzódik, amivel ő nem tudott mit kezdeni. Mert az álma az nem téves, tehát az megvolt. De azok a képességek meg nincsenek a birtokába. Hát az még nagyobb baj lenne, ha a birtokába lenne. Ugye te mindent, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy igaz, a személyiségeden keresztül cselekszel. Tehát például a jógikus gyakorlásban azért ilyen enyhébb rendkívüli képességek meg tudnak jelenni egy-két évtized után egy átlag emberbe is. Nem ezzel van a baj, azzal van a baj, hogy mit kezd vele. És az nagyon veszélyes. Ezért mondják azt, hogy a fejlődés útján ezek a képességek akadályok. Akadályok, mert megakasztják a fejlődést, és rossz irányba viszik, és ez mindegy, hogy milyenben. Kicsit sok mindent mondtam, bocsánat. Köszönöm szépen. Mire emlékszel? Nem én. De te, mire emlékszel? Én mire emlékszem? Uh-huh. Hát most hirtelen nem tudom. A kérdésed elejére emlékszel? Igen, arra emlékszem. És miért? Mert te tetted fel. Igen, én tettem fel a kérdések. Tehát az emlék az egy olyan tudattartalom, amivel valamilyen mértékben azonosulsz. Hogy alakul ki az azonosulás? Hát, hogy elhiszem. Mitől hiszed el? Hát valóságnak élem meg. Tehát beáll az a duális viszony, hogy ez valóság, nem illúzió. Szívszutra. Ez igazság, nem hazugság. Tehát elhiszem. Tehát emlékszem rá. Tehát ez én vagyok. A tévéadásnál, amire a kérdésed vonatkozott, az elején engem ez érdekel, bekapcsolom. Tehát az éberségem megy lefelé, vacsora, fáradtság, egyebek, és elalszom. És itt meditáció alatt te ugye, mint mindenki, szokott ilyen képeket, meg képzeteket látni. Így van? Igen. Miért ott látod? Miért nem a mindennapi élet tevékenységében? Hát ez egy módosult tudatállapot. Jó, hát ezt most hallottad, és igyekszel intelligensen felhasználni. Rendben van. Azért akkor, mert az aktív érzékszervi tevékenységtől visszavonulsz. Ez a meditáció. És annyiban az alvás hasonlít ez, hogy szintén nincs aktív érzékszervi tevékenység sem, de aktív kognitív tevékenység sem. Tehát az első 6 szint az pihen. Az 5 fizikai érzékszervi és a tudatos gondolkodás. De nem pihen a megkülönböztető gondolkodás és az emlékezés. Ettől van az, hogy a meditáció alatt olyan tudattartalmakat látsz, amelyekre az azonosulás miatt emlékszel, és a poláris tartalma, hogy ez neked jó vagy rossz, még nincs rendezve. És hogyha passzívan telepakolja az ember a tudatát ezzel, akkor elképesztően szétaprózódik az éberség, a jelenléte, nagyon-nagyon szórt lesz, nem tud koncentrálni. Tehát akik például olyan mértékben fogyasztanak tartalmat, hogy mindegyik este ezeken alszanak el, napközben használhatatlanok. Meditációban a legelején azt csinálod, hogy egy spontán tisztítást indítasz el. Akármilyen módszert, akármilyen hagyományt gyakorolsz. Tehát aktiválod a lélek tudatosító, az öntisztító képességét. Az álom tehetetlenül, de ugyanez. Tehát először az álomban kiüríted azt a mocskot, amit a tudatodban viszel, és éber állapotban ezt nem tudtad megtenni. Úgyhogy ezek a nagyon nehéz, terhelt álmok, amikor egy töredékére emlékszel, csak azt tudod, hogy olyan érzésed van, mintha megvertek volna, vagy vagont raktál volna egész éjszaka, az ezek az ürítő, tisztító álmok. A speciális változat a töltött káposztás kátrányban futok a bika elől, stb. Stb. Az ott a kémia is elég erősen rájátszik. Az emlékezés az a 8. és részben a 7. tudatszint, a tárház és a duális tudat. Amit te megcímzel duális címkével, hogy én vagy nem én, szeretem, nem szeretem, az mind emlék lesz, mert beléd épül. Amit letükrözöl és a maga ilyenségében látsz,
attól megszabadulsz. És még hogyha a tárháztudat tartalma is marad, nulla polaritás lesz. Nem lesz pozitív, nem lesz negatív. Ez azt jelenti, hogy nem az emlék ural téged, hanem te uralod az emléket. Magyarul, amikor kell jön, amikor nem kell, nem jön, és nem kísért álmaidban, és nem vetít nappal tartalmakat a különböző jelenségekre, hogy ez most nekem jó vagy rossz, most féljek tőle, vagy reméljek tőle dolgokat. Köszönöm szépen. Szívesen.